Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Lássuk, mi fért mai műsorunkba. Utoljára üléseztek idén a képviselők. A Kaposmenti Társulás 2022-ben is hírt ad a médián keresztül. Nem hagyták magukra a szépkorúakat Dombóváron. Betlehemi műsorral lepték meg a dombóvári közönséget. Folytatódik a Start Munka program Dombóváron. Erről is döntöttek a város képviselői az idei év legutóbbi testületi ülésén, de a pályázatukhoz szükséges napi rendet is tárgyalták. Utoljára ültek össze Dombóvár önkormányzati képviselői a 2021-es esztendőben, december 17-én. A napirendi pontok között olyan fontos téma is szerepelt, mint a városban komoly eredményeket felmutató Start munkaprogram. Az elmúlt években megkezdett Start munkaprogramot szeretnénk tovább folytatni. 2019-ben döntött úgy a testület, hogy térkövet fogunk gyártani. Ez a program sikeresnek tűnik, hiszen az elmúlt években már látszik, hogy minden évben a vállalat 1000 négyzetméter térkövet és ahhoz kapcsolódó szegélykövet legyártották a munkásaink. 2020-ban bővítettük a Start munkaprogramot egy csemete kert programmal, onnan pedig az önkormányzati területekre kikerülő csemetéket szeretnénk felnevelni, fákat nevelni, és nyilván folyamatosan saját forrásban megoldani ezeket. Hosszú távon pedig arra készülünk, hogy ez a csemete kertünk akár az egész járás területét el tudja látni, és a környező önkormányzatok is nálunk lesznek vásárlók. A város fejlesztéseihez szükséges úgynevezett integrált településfejlesztési tervet aktualizálni kell, majd pedig a testületnek el kell fogadnia. Erre azért van szükség, mert ez a dokumentumcsomag feltétele az állami és az uniós pályázatokon való sikeres szereplésnek. Az előkészítő munkába a város lakóit is bevonják. Elrendeltük az integrált területfejlesztési tervünknek a felülvizsgálatát, illetve a koncepcióját. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a következő időszakban sikeresen tudjunk pályázni topos fejlesztési forrásokra, hiszen Dombóvár a fenntartható város kategóriába esett, és soha nem látott mértékű támogatás megszerzésére nyílik meg lehetőségünk a jövő év második felében, és szeretnénk ezt kihasználni, és elhozni a maximumot, hogy Dombóvár fejlődjön. Azok az infrastruktúrális fejlesztések, amelyek az elmúlt évben elmaradtak, azokat sikeresen meg tudjuk valósítani, intézményhálózatunkat fel tudjuk újítani, és minden olyan lakossági igényt ki tudjunk elégíteni, mert az elkövető időszakban fel fog merülni, hiszen a program elkészítésekor kérdőívek segítségével lakosságot, vállalkozókat, intézményvezetőket meg fogunk kérdezni, hogy ők hogy látják Dombóvár helyzetét, mely területek szorulnak fejlesztésre. Végül a távfőszolgáltatást ellátott cég éves beszámolóját is elfogadták a képviselők. Az önkormányzat és az energetikai vállalat között régóta igen jó a kapcsolat. Kiemelt partnerei Dombóváros város önkormányzatának, és azon túlmenően, hogy azt mondtam, hogy partnerek ezt meg is töltik tartalommal, hiszen köznevelési intézményeink területén belül elhelyezkedő tágulási tartályok és egyéb dolgok esetében, amelyek mint az önkormányzat tulajdon és feladata lenne, önként bevállalták és kicserítik térítésmentesen. Ez nyilván nagy segítség volt az intézmények működése tekintetében. Dombóvár képviselőtestülete legközelebb 2022-ben ül össze. Az idei év utolsó ülését tartotta a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás Dombóváron. Az évzáró eseményen az aktuális napirendi pontok tárgyalása mellett a jövő évi tervekről is szó esett. A térség lakói 2022-ben is számíthatnak rá, hogy a médiából is értesülnek majd a társulás településein történtekről. Az évvége közelettével megtartotta utolsó ülését a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás Dombóváron. Az aktuális napirendi pontok mellett a jövő évi tervekről is szó esett. Az évvégi ülésünkön próbáltunk rövidre fogni, és nyilván olyan napirendi pontokat megtárgyalni, amelyek nélkül a jövő évet nem tudjuk elkezdeni. Ezek közül kiemelkedett a médiában való megjelenésünk, mind az írott sajtóban, mind pedig a televízióban. Társulás megtárgyalt és pénzügybizottság javaslata alapján elfogadtuk a 2022 évi erre vonatkozó szerződés tervezeteket, és töretlenül tudunk tovább haladni ezen az úton, hiszen azt gondolom, hogy a Kaposmenti magazin, amelyik évente megjelenik 6-szor, térség minden településére eljut, illetve a Kaposmenti magazin, amelyet a Tolnatáj TV-vel együtt közös műsorként jelenünk meg minden kedden, nagyon nagy sikert aratott 2021-be, hiszen nagyon sokan nézik, és egyetlen megjelenési formája ma Dombóvárnak, hiszen a testületünk úgy döntött, hogy egy tisztességes híradónál több hír Dombóváról mi nem tudunk összeállítani. Mindezek mellett nagyon fontos még, hogy a megyei híradóban megjelenünk aktualitásokkal, és nyilván nagyon remélem, hogy 2022-ben is tudunk kellő mennyiség anyagot nyújtani, és Dombóváron olyan dolgok fognak történni, amelyeket érdemes megnézni Tolna megye minden lakosának.
pandémia rányomta a mi munkánkra és a bélyegét. Nyilván digitális kapcsolattartás mellett tudtunk haladni előre. Remélem, hogy ez a társulás, amely most már hosszú évekig együtt működik, nyilván menet közben többször váltottunk nevet, de azt gondolom, hogy egyértelműen látszik, hogy a 16 településnek, Novál járos településének össze kell fogni, akkor tudunk sikeresek lenni, és ennél hatékonyabban azt gondolom, hogy nem lehet szervezetet működtetni. Nagyon fontos, hogy ebbe a szervezetbe belefolyt még a Líder Egyesület is, hiszen a Hacs Egyesület, amely Tolnában két járást, a Dombvárat és a Bonyád is foglalja magába, egy munkaszervezettel tudjuk ellátni, és nyilván Noszadi Balázs elnök úrral nagyon jó együtt tudunk dolgozni, már hosszú évek óta. Az ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki a település vezetők által feltett kérdésekre örömmel válaszolt. A települések vezetői azt tudják elmondani, egyáltalán a társulás is, hogy a 21-es év nagyon eredményes volt, mert gyakorlatilag azt nem mondom, hogy minden pályázatuk nyert, de szinte minden pályázatuk nyert, és nagyon jelentős fejlesztéseket tudtak megvalósítani, illetve már van arról információjuk, hogy a következő pályázatok is nyertek, és meg tudnak kezdődni a beruházások. Az egyik legjobb programja a kormánynak a Magyar Falu program, ami kis településeket érinti, és jelentős fejlesztési forráshoz juttatja őket. Szeretnénk ezt továbbvinni, és megemelt összegekkel kérni a pályázatokat. A jövőt illető fontos kérdések átvitatása után kötetlen beszélgetéssel zárta a 2021-es évét a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás. Dombóváron nem hagyják magukra az időseket. Az elmúlt időszakban számos olyan kezdeményezés volt, amely a korosztály szociális problémáinak megoldására irányult. Az ünnep közelettével pedig minden 80 év felettit tartós élelmiszercsomaggal leptek meg, és egy karácsonyi műsorra invitálták őket a város művelődési házába. Dombóváron a Platán és az Aranysziget idősek otthonának 80 év feletti lakói tartós élelmiszercsomagot kaptak. Nagyon örülnek neki, minden apróságnak, minden ajándéknak nagyon örülnek. A napokban már megkezdődött, sőt már 2 hete folyamatosan hoznak nekünk. Mindig valaki hoz valami kedvességet, ajándékot, iskolák, óvodák, egyesületek, és hát természetesen a polgármesteri hivatal, ma megkapott ajándékot is, az időseink majd a jövő heti karácsonyi ünnepségükön kapják meg, akkor lesz nekik átadva. Biztos nagyon örülnek neki, minden apróságnak nagyon örülnek, de hát ezek szép nagy dobozok, úgyhogy biztos nagy, sok-sok kincset rejt, ami boldogságot fog hozni nekik. A kezdeményezés egy sikeres összefogás keretében valósulhatott meg, tudtuk meg Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől, aki a település polgármesterével, Pintér Szilárddal vitte el a két otthon lakói számára a 65 darab csomagot. A miniszterelnökség 8 millió forinttal támogatja a dombovári időseket, a Dombochips Egyesület által, és az önkormányzat segítségével 30 önkéntes állította össze azokat az ajándékcsomagokat, amiket most polgármester úrral két idős otthonba ide Dombováron el tudtunk hozni, és hát a városban minden 80 évnél idősebb lakó vagy dombovári lakos ezt meg fogja kapni. Ezzel is szeretnénk odafigyelni az idősekre ebben a nehéz járványhelyzetben, és természetesen mindenkinek rajtuk keresztül pedig nagyon boldog karácsonyi ünnepeket szeretnénk kívánni. Dombováron nem csak tartós élelmiszercsomagokkal lepték meg az időseket az ünnep közelettével, egy karácsonyi műsorral is várták a szépkorúakat. A művelődési házban megrendezett idősek karácsonyán a város polgármestere és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi hangulatról pedig Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita gondoskodott. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, vagy világon nincs. A vélet úgy is szóba szár, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, mert minden perc magához lát. Szeressük egymást, gyerekek,
nagy érdeklődésű ezt, amikor bearangoztuk, hogy Tihanyi Tócsaba és kedves felesége Bognár itt lesz ma a vendégünk, és nekik fognak énekelni. Természetesen mindenkit szeretettel vártunk és látunk. Picikét a pandémiát is közben játszott, hiszen 450 jegyet igényeltek a 400 főre, és csak 350 körül vagyunk, de azt gondolom, aki előtt az nagyon jól érzi és jól érezte magát, és hiszen túlmenően egy kis szaloncukorra is szeretnénk majd a koncert végén kedveskedni az időseinknek. Azon túlmenően, hogy ma itt koncert volt, a 80-en felülektet egy tartós élelmiszeri csomaggal láttuk el, és nagyon sokan örültek neki, hiszen ők zöme ma már nem tudott ezen a rendezvényen részt venni. Egy picikét talán ma mondhatnánk azt, hogy a fiatal, szépkorúak érezték jól magukat itt Dombaváron a művelődési házban. A város és vezetői fontosnak tartják, hogy kifejezzék hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok iránt, akik hosszú munkával töltött évek után közöttük töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az előadást követően Dombovár város polgármestere és képviselőtársai szaloncukorral kedveskedtek a résztvevőknek. Ismét összefogtak az iskolások és pedagógusaik, közös betlehemi műsorral lepték meg a dombóvári közönséget advent 4. vasárnapján. A gyertyagyújtást követően pedig a Szironta együttes harangjátékát hallhatták az érdeklődők. A kis Jézus megszületett, örvendjünk, elküldötte ő szent fiát Isten. Jászolban azért van oly fényesség a városban. A Hemi Band kíséretében mutatták be közös műsorukat a közönségnek a diákok és pedagógusai Dombováron. Ismét két helyi oktatási intézmény fogott össze, hogy színvonalas betlehemi játékkal meghitt ünnepi hangulatot varázsoljanak a közönség szívébe. Fenyőfa, sok cukor, ajándék minden, de az én szívemben nincs nyugalom. Ki mondja meg nekem, hogy éjek, s mit tegyek, hogy varázsol, ünnepén boldog legyek. Minden advent vasárnap két-két iskola műsorra készült. Ezen a vasárnapon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikuma és a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ. És ma gyűjtjük meg a 4. adventi gyertyát, tehát egy kis betlehemes műsor is lesz és zene. A rendezvénysorozat pedig én úgy gondolom, hogy fantasztikus, ha itt körbenézzünk, akkor tényleg egy ilyen igazi forgatag alakult ki, és így volt ez valamennyi adventi vasárnapon. A legnagyobb meglepetésre az első vasárnap zúgó eső mellett is több százan voltak itt, és én azt hiszem, hogy soha nem látott rendezvénysorozat alakult itt ki Dombováron. Adventi gyertya a szeretet gyertyája. János levelében azt olvassuk, hogy Isten a szeretet, és aki szeretetben él, az Istenben él, és Isten is ő benne. Isten szeretetét ajándékozza nekünk, hogy felemeljen bennünket, erőt és reményt adjon mindannyiunk életébe, sok-sok küzdelmünk között is. A műsort követően Hegedűs János katolikus plébános osztotta meg ünnepi gondolatait a résztvevőkkel. Most már csak néhány nap választ el bennünket karácsony ünnepétől. Lassan beteljesedik az adventi várakozás, a lelkes készület. Az elcsendesedés ideje véget ér, és ránk köszönt az ünnep.
amelynek örömhírét Szent Máté evangélista úgy fogalmazza meg, hogy Jézus születése azért történt, hogy beteljesedjen a próféta jövendőlése, Emmanuel, vagyis velünk az Isten. Karácsony ünnepének igazi értelmét és lényegét ez adja meg. Az üdvözítő születését ünnepeljük, akiben maga Isten jött közénk, önmagát, végtelen szeretetét ajándékozta nekünk, hogy felemelje életünket, hogy megérezve, megtapasztalva az ő közelségét, megérezzük azt is egyben, hogy nem vagyunk kivetettek ebben a világban. Folytatásban a Szironta együttes adventi harangjátéka csendült fel a művelődési ház előtti téren. A formáció 2004 óta működik. Jelenleg 5 zenésszel érkeztünk ide Dombóvárra, és a mai repertoárunk tulajdonképpen a karácsony dallamai fognak felcsendülni. Jellemzően az angol szász nyelvterületről hoztunk karácsonyi, illetve adventi énekeket, de egy kis klasszikus, egy kis filmzene is meg fog jelenni a mai műsorunkban. Azt tudom mondani, hogy most decemberben 70 koncertünk volt, ez remélem, hogy azért jelent valamit a nézőknek, de missziónk az, hogy minél többen megismerjék ezt a hangszert, és ezért mindent el is követtünk, ezért nagyon-nagyon sok helyszínre elmegyünk, és próbáljuk átadni a közönségnek azt, hogy igenis léteznek a harangok, és a harangokon lehet zenélni is. Látásunk szerint meglepődnek az emberek, amikor mi elkezdünk egy-egy koncertet, hiszen nem tudják, hogy mire számítsanak. Nagyon-nagyon sokan még csak nem is láttak, nem is hallottak erről a műfajról, erről a hangszerről, és ezért meglepődnek, amikor kirakjuk a harangokat, és összefüggő dallam születik meg belőle, úgyhogy a tapasztalat az, hogy kedveli a közönség a hangszerünket. Az adventi programokra egész decemberben nagy számú közönség gyűlt össze Dombováron. Nagy élmény ez, és hála Istennek azt mondom, hogy végre valami történik Dombováron, tehát ezek a folyamatos műsorok, folyamatos, ami itten karácsony előtt történik, ez egy csodálatos élmény. Elég sűrű volt a december itt a művelődési ház környékén, hála az égnek, hiszen májusban tudtuk kinyitni, és utána, ahogy indultak a programok itt az év végére, azt gondolom, hogy szinte majdnem bepótoltuk mindazt, amit az év elején nem tudtunk megtenni. Különösen, hogy az előbb említettem a decemberi hónap, hiszen igyekeztünk decemberben a fiatalabb korosztálynak, a középkorúaknak és az időseknek is, hogy úgy mondjam, megfelelni olyan programokkal, ami nekik a szívéhez közel áll. Hát szinte nehéz is lenne felsorolni, mert gyakorlatilag nem csak a hétvégeken. A hétvégek természetesen kiemeltek voltak, a péntek, szombat, vasárnapok, a advent első gyertyagyújtásától egészen a mai napig, aranyvasárnapig, de ekközben még hétközben is jutottak olyan programok, amivel ki tudtuk egészíteni. Gondolok itt például az idősek karácsonyára, ahol nagyon nagy szép számban jelentek meg az idősek. Aztán a gyerekeknek volt program a művöldési házban, Fenyvesi Gáborral és Deli Orsolyával, ez már a Mikulással egybekötve. Azon kívül koncertek voltak, Mészáros Tamás lepte meg a vendégeket. A művelődési ház előtti téren felállított jégpálya népszerűsége is töretlen. Nem csak a helyi, de a környékbeli iskolákból is érkeznek korcsolyázni vágyó fiatalok, és a nagy közönség számára szintén mindennapos nyitvatartással üzemel a létesítmény. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!